Ma délután még üresek voltak a székek a Várkerti stadion lelátóin, szombat este 7:30-kor azonban már foglalt lesz mind a 2850 hely, valamint teltház lesz a 9 Skyboxban is. A Kisvárda első NB1-es hazai meccsére ugyanis elfogyott az összes jegy, azaz óriási érdeklődés kíséri a Ferencváros vendégjátékát. A találkozót felvezető sajtótájékoztatón Révész Attila sportigazgató elmondta, az élvonalban minden területen magasabbak az elvárások a korábban megszokottaknál, így kérik a szurkolókat, hogy alkalmazkodjanak a megváltozott körülményekhez. Tavaly egy picit mondhatom, hogy vidéki a stadionból egy nagyon kultúrát, modern európai létesítménybe, valódi stadionba kerül át a mérkőzés helyszíne. És hát ez egy picit megbonyolít a helyzetet. Jóval nehezebb lesz a stadionba való bejutás, a sporttörvénynek való megfelelés kényszere miatt. Azonosítás alapján után lehet csak belépni. Ellenőrző pontok lesznek, a jegyeknek a vonalkódos leolvasása után lehet csak a katlanba belépni. Ezért azt kérném a szimpatizánsoktól, szurkolóktól, vendégektől, ellenőröktől, hogy egy picit, ha lehet, korábban jöjjenek a korábban megszokottaktól. Egész biztosan nagy lesz a felfordulás már a bevezető utakon is, ezért ha 7:30-as kezdésről beszélünk, ha 6 órára ott vannak, nem veszítenek semmit, megfelelően tudnak majd szórakozni a mérkőzés előtt is, közben is reméljük, és után is, tehát adjanak lehetőséget, időt arra, hogy kielvezék ezt a 2-3-4 órát, nagyon nagy mennyiségű parkolóára mindenkinek a rendelkezésére, a hazai szimpatizánsok egyelőre csak a Vár utca felől tudnak jönni. Kisvárda polgármestere szerint sporttörténelmi jelentőségű esemény lesz a város életében a Ferencváros elleni stadionavató. Azt hiszem, hogy egy első hazai mérkőzés, ami éppen a Ferencvárossal, az örökös bajnokkal lesz együtt, egy csodálatos érzés a város lakóknak. Csodálatos érzés az, hogy egy új stadionban, és egy olyan stadionban, amit nevezhetünk bátran stadionnak a tervezés alapján, a kivitelezés alapján, és azt hiszem, hogy a város polgárai, a város környékéről, akár távolabb vidékekről egy teltházas mérkőzést láthatunk. Én bízom benne, hogy nagy lelkesedéssel, nagy örömmel, nagy együttműködéssel, tehát együtt lesz a város. És ez reméljük egy hazai meccsen, egy jó játékkal, egy jó meccset játszhatunk. Bár a papírforma a 9 ponttal listavezető Ferencváros mellett szól, Révész Attila bízik abban, hogy az eddig pont nélkül álló Kisvárda megszakítja negatív sorozatát. Én biztos vagyok benne, hogy hazai pályán sokkal nagyobb motiváció lesz és önbizalom a játékosokba, és sokkal nagyobb teljesítményt fognak tudni kitenni a pályára, amely titkon azért egy döntetlen elérését is gondoltatja, vagy felvetíti bennem. Én nagyon remélem, hogy ez egy olyan utat indít el, olyan folyamatnak az elején vagyunk, amely a későbbiek során megalapozhatja a hosszú távú jövőt, nem csak az NB1-ben, hanem adott esetben a kisvárdai fiataloknak a beépítését, amely most már egy megyeves osztályú csapatként elindítja szintén a versenyt a szombati nap, 15 órától Tiszaosváriban szerepelnek, és egy olyan motiváció, egy olyan jövőkép lopik majd előttük, hogy igen, egy ilyen stadionban léphetek majd pályára, és ez a hosszú távú elképzeléseinket remélem, hogy nagyon-nagyon meg fogja tudni erősíteni. A Kisvárda-Ferencváros mérkőzés szombat este 7:30-kor kezdődik a Várkerti stadionban. A Kölcsey Televízió nézői vasárnap 20:30-tól láthatják a találkozót. A negyedik forduló további párosítása a következő, MOL Vidi FC Debrecen, Szombathely Puskás Akadémia, MTK Budapest Diósgyőr, Mezőkövesd Budapest Honvéd és Paks Újpest.